Valeriana, annyi szép kérő jön, hiába jönnek itt nemes emberek, királyok, hercegek, senki nem tetszik neked. Nem, apám, csak aki megdobogtatja a szívem, de hát olyan ember nincsen a világon, aki engem szerelembe eltene. A mese nagyon fontos, főleg a kisgyermekek számára. Egyfajta álomvilág és képzeletbeli utazásokra visszük el őket, mikor könyveket vagy szájról szájra terjedt magyar népmeséket olvasunk, mondunk nekik. De legyen szó magyar népmeséről, vagy bármilyen másfajta történetről, fontos és értékeket képvisel. A Magyar Népmese napja alkalmából adták elő a szereplők a Budapesti Pódium Színház darabját, melynek címe a Kényes királylány. Nagyon-nagyon jó a kérdés, amit feltettél, hiszen tényleg valóban a magyar nyelv az egy nagyon-nagyon szép nyelv, és nagyon választékos, és bizony igen nehéz. Ugye többi nyelv az egy kicsit könnyebb, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minél több magyar népmesét kapjanak a gyerekek, hiszen egészen visszamegyünk az időben, és hát ezek az alapjai a magyar népmesének az, hogy például a számok, a három aranyhajszál, a hétmérföldes csíz, tehát csupa olyan dolog a számok és a szép nyelvezete miatt a magyar népmeséket minél több helyre kell elvinni, és minél többet kell játszani a gyerekeknek, és nagyon-nagyon örülök, mert itt Tolnán meghívást kaptunk ezen a szép napon, szeptember 28-án, és a magyar népmesét ünnepeljük, és egy nagyon szép népmese feldolgozásban a Kényes királylány című zenés mesejátékot hoztuk, amiben Mátyás király bizony megneveli a szép leányt, hogy ne hordja magasan az orrát, és próbálja őt arra sarkalni, hogy bizony az életben minden nehézségen túl kell lépni, és utána természetesen jön a boldogság. Tanító jelleggel vagyunk a gyerekek felé, a nevelés, a szép viselkedés, az illem, nagyon fontos, hogy ezeket átadhassuk a gyerekeknek. Ez a népmese, amit most fogunk előadni a gyerekeknek, van benne interaktív rész. Én jó magam nagyon szeretem a gyerekeket megszólítani, és bizony az ő segítségük kell ahhoz, hogy ugye a királylány megnevelődjön, és bizony lesznek majd találós kérdések is, mert hiszen a magyar népmesék találós kérdések nélkül nem lennének olyan igazán izgalmasak, és bizony jön a kérő, jön Mátyás király, és megneveli Lujza kisasszonyt, aki a végén rájön arra, hogy nagyon fontos az igazi szeretet, a család és a barátság. Kiemelt napként kezelik Magyarországon, és minden egyes kis falutól elkezdve bizony erre a napra vagy gyerekek adnak elő az idősebbeknek összeállított kis meséket, vagy pedig színházak mennek, és kifejezetten a magyar népmeséket, a magyar szavakból íródott meséket adják elő a gyerekeknek, és hát a felnőtteknek is, hála a jó Istennek. Hát ez hihetetlen! De el akarod vinni a kezét? Hát nem a kezét, hanem szeretném megkérni a kezét. Ó, megkérni a kezét! Hát nem olyan egyszerű. Hát örülök, hogy találkoztunk. Szerusz! Hát szóval te el akarod vinni a királynő kezét. Én ennek igazán örülök. Orvos is vagy? Orvos is vagyok, és tanító. A neveletlen királylányok tanítója. Hát ez nagyon érdekes. Igen, egy kicsit meg kéne nevelni szegénykémet. Igen, ez egy nagyon szép népmese, amiben én egy hát elég a lusta és kényes királykisasszonyt játszom, akiben amúgy sok érzelem van, csak ezt az anyuka halála miatt ezt rosszul fejezi ki, és ezért egy rossz képet mutat, de amúgy egy belül egy tiszta szívű, és akkor ő egy nagyon lusta lány, de majd a végén kiderül, hogy ez megváltozik-e vagy nem. És igen, ezt a darabot nagyon régóta játsszuk, és nagyon szeretem, mert ez egy nagyon fantasztikus, humoros és nagyon jó kis mese, és remélem, hogy élvezni fogják a gyerekek, meg a felnőttek is egyaránt. Nagyon régóta játszom itt a Pódium Színházban, igazából én itt nőttem fel, és igen, és több színházban is játszom, de ez a darab kifejezetten az egyik kedvencem.